vadonatúj évadban. A falu bolondja újra sámán. Puzsér Robert. Valójában olyas valaki megy fel a színpadra, aki még sosem állt a tükör előtt. Ismét bemutat. Valami van ebben a Pumped Gabóban, amitől ő a 21. századnak egy nagyon-nagyon sikeres hőse lehet. A 10 legtehetségesebb magyar. Mi b***ni sem tudunk ilyen önbizalommal. És egy ember. Megtaláltam kinn a vonagában négy jegykártyáját. Rovásírásos. Aki rendet tesz a fejekben. Itt van ez a srác, aki egyszerűen uralja a pillanatot. Se kell pörgetnie hozzá. Kezdődik a Snobjektív vadonatúj évada a Hír TV-n. A szókimondó igazságshow stúdiójában Puzsér Robert, az ország legmegosztóbb kritikusa. Inspirált jó estét kívánok! Tehetséges nemzet a magyar, mégis milyen ritkán időzünk el végig tekintve legkiválóbbjainkon. A következő 40 percben örvendve tisztelgünk a 10 legtehetségesebb magyarnak. A többes szám Ceglédi Zoltán politikai elemző szakértő részvétele miatt indokolt. Megtaláltam kinn a vonagában négy jegykártyáját. Rovásírásos. Miben áll a magyar géniusz? Mi az, ami a magyar tehetségnek a legfőbb fémjele? Hú, hát nagyon röviden ezt úgy lehet szerintem összefoglalni, hogy a magyar tehetség az fittyet hány az alapvető matematikai műveleteknek. Tehát, hogy a összeadás például, hogy a magyar csapat által rúgott gólok száma, az hozzáadjuk a Gyugyinak a messzámát, meg a hosszabbítás perceit, meg a Pancsó arénában működő lámpák számát, és akkor már nyertünk. Vagy ott van például a kivonás, tehát hogy ez sem érti meg nagyon sok ember Magyarországon. Európai Unió minusz Magyarország egyenlő boldog, prosperáló közösség tőlünk jobbra. Magyarország minusz Európai Unió 10 millió szomorú orosz túsz. Vagy szorzás. Tehát, hogy a köztévén éppen azt gondolják, hogyha naponta 22 híradót adnak, akkor 22-szer annyi nézőjük lesz, ami megint csak nem egy logikus feltételezés, és hát ott van még az osztás, de osztályért tesz, úgyhogy visszaadom a szót. Listán 10. helyezettje annyira felkészült a 21. századra, hogy amióta elkapták kokainnal és marihuánával, azóta a drog ellen kampányol. 10. VV Aurelio. Gondolkoztam rajta percekig, amikor felkértek erre. De ismét... Másfél-két perc. Igen, körülbelül egy addig, de egy órának tűnt biztos. Hát megmondom őszintén, így először, amikor így mondták, hogy szerep vagyok, mencs ki, nem ismered, de mit szólsz hozzá, meg mit tudom én, akkor így elgondolkoztam, mert... Mi az a celeb? Így van, az az egyik, mi az a celeb. Másik, én ezt, amikor kicsi voltam, én ezt Németországból néztem még, és például Stahl Holt Michi Raus, és megmondom őszintén, hogy abba belegondoltam, mondom, úristen, az elég gáz, és utána belegondoltam abba, hogy mi lenne, hogyha ezt is megnyerném, hogy én lennék nem csak a villa királya, hanem a dzsungel királya is. Uralkodónak született. Uralkodni született, hogy uralja a tudattalant, az emberi tudattalant, uralja a pillanatot, Aurelio a***szpörgetés pillanatában. Egyszerűen uralta a pillanatot. Ez egy nagyon nagy képesség a 21. században, a pillanat uralás, és én azt érzem, hogy az Aurelióban minden megvan, ami ehhez kell. Azon emberek körébe, akik viszonyítási pontok, akikkel az átlagpolgár nem csak azonosul, hanem instrukciót vár tőle, tehát ilyen senkinek nem. Volt, aki rendszert váltott, volt, aki könyvet írt, volt, aki filmet rendezett, főzött egy jót, nem tudom. Aurelio, kimondom megint annyira jó, Aurelio megpörgette a szát. És ott valami megváltozott abban a pillanatban, hogy ez a média soha többé nem lesz már ugyanaz, mint mielőtt Aurelio megpörgette a f***t. Aurelio egy olyan kulturális sokkot okozott egy országnak, mindenki azt érezte, hogy eddig is tudtuk, hogy ez a dolog, amit nézünk, hát ez le van aljasodva.
De a Aurelio után ez a dolog, ez egy tapasztalatot nyert. Tehát, hogy ez most már mindenkinek nagyon személyes kapcsolata van ezzel az elaljasodással. És milyen szép végpontjai vannak a mi közös életünknek, hogy ugye ennek a eseménynek a terminus technicusa az úgynevezett helikopterezés. És a magyar nyilvánosságnak is két olyan szereplője van, aki egyaránt hasonlóan nívós, színvonalas, intellektuális tevékenységet fejt ki, és mind a ketten helikoptereznek, Aurelio és Rogán Antal is. Hogy ér össze a***ban ez a két szereplő? Szerintem zseniális. Jó, tényleg zseniális, mert mind a kettő a maga szintjén helikopterezik. És az a jó, hogy minden társadalmi csoportnak megvan az esélye a helikopterezésre ebben az országban. Ez is a magyar géniusz. Az az igazság, hogy más társadalmakban bizonyos társadalmi osztályok lemondanának a helikopterezésről. A magyar embernek eszében sincs. Az a kérdés, hogy Aureliónak még mit kéne elsajátítania, hogy igazán a csúcsra érjen, hogy Majkává váljon. Én azt gondolom, hogy már most kellően exhibicionista. Viszont a belehalással még gondok vannak. Tehát, hogy ahogy a Majka bele tud halni abba, hogy egy Playboy nyuszi a csaja, hogy egy nagyvállalkozó életét éli, akinek pizzéria hálózata van, ahogy ő a panel rengetegnek a mélyén belehal abba, hogy a kereskedelmi tévében ő egy ilyen porondmester, ez az, ami még hiányzik az Aurelióból. Az a helyzet, hogy szerintem nem tudja utolérni Majkát. Ugyanis a magyar társadalom már elvesztette a Majka szüzességét. Már be van töltve ez az állás. Tehát, hogy nincs sem igény, sem hely arra, hogy Aurelio fölzárkózzék, belépjen ide. Tehát neki nem pizzéria hálózata lesz, egy robogója, amivel pizzát szállít. Ő nem azért megy le a panel tövébe, hogy fölvegye 5 kamerával a következő 10 milliós megtekintésű YouTube videót, őt anyukája leküldte cigizni, mert föntébb kiteregetett, és csak összefüstölni a dolgokat. Tehát, hogy a majkaság szerintem elérhetetlen számára, nem elég, valószínűleg nem elég okos ahhoz, hogy kellőképpen butának látszik. Én azt érzem, hogy az Aureliónak 3 stációt kell belépnie, hogy valóban Majkává válhasson. Ez a 3 stáció, ez a Dope Man, Mr. Basta, Andy Vajna 3-as. Tehát ezt a 3 barátságot kell még megkötnie, méghozzá ebben a sorrendben, hiszen Majkánál láttuk, hogy ez az, ami működik. Hát én azért inkább annak drukkolok, hogy a felsőoktatási reform sikerének köszönhetően Aurelio mielőbb szerezzen mondjuk egy közgazdász diplomát. Ez is pont ilyen valószínű. A 9. legtehetségesebb magyar 2 különböző téren is világklasszis. Világhírű topmodell és világhírű parti animál. 9. Palvin Barbara. Őszinte leszek, nagyon izgulok, nem álltam még színpadon ennyi ember előtt, úgyhogy egy selfie-t szeretnék csinálni mindenkivel. Szabad? Igen, kérünk mindenkit, hogy álljon be mögénk, és akkor csináljuk a Barbie Instagramjára egy selfie-t. Az enyémre. Arra fogadtam. A jelöltek. Mindenki kész föl, yeah. Ugye egy modellről van szó, tehát szakképesítésszerűen tud látszani, nem úgy, ahogy mi, ilyen közepesen, hanem nagyon magas színvonalon. Ezen kívül meg rendkívül magas színvonalon tud bulizni, partizni. Ez egy versenyképes tudás a 21. században. Mert az igazság, hogy mi is tudunk bulizni. Csak mi a bulizásnak egy ilyen harmadosztályát teljesítjük. Amit Palvin Barbara, meg az ő exkluzív barátai, akiknek a nevét sem ismerjük, előadnak, az pedig hát a bulizás terén a Premier League, a legmagasabb osztály. Ma ez már egy professzionális tevékenység, valami olyasmi, amire az ember feltehet egy komplett egzisztenciát, egy Palvin Barbara tette. Hát, vitatkoznom kell veled, egyrészt a közvetlen élmény okán is, azt neved esztétikai kritikának, de láttam melletted a monitoron Palvin Barbarát, itt ülsz te is, és nem olyan nehéz állást foglalnom a kérdésben, hogy kit válasszak, de hogy a mai
magyar exportcikkek, exportcelebek tekintetében egyébként nagyon szarul állunk. Tehát mi Szanyi Tibort küldjük külföldre, meg Edwin Martont küldjük külföldre, meg Szijjártó Péter a külügyminiszter, aki amint átlépi a magyar határt, rögtön migrénnyel lesz, és mindenkit leugat. Tehát ehhez képest az, hogy Palvin Barbara is ott van, hát szerintem csak javíthat a helyzeten. Hát igen. A 8. legtehetségesebb magyar egy reneszánsz ember. Bármi befogott életében, abban megvillantotta elsőrangú képességeit. 8. Kassa Tibor. Where did you get burrito from? Because it's fisted words. Burrito. Burrito, amigo. No. Finito. Finito. No burrito in Despacito. How is that? This is about a woman. I thought it's about a dinner. Food. Yeah, burrito, yes. Finito. I mean, I love food, don't get me wrong. Yeah. And I love burritos. Oh. But this song has nothing to do with a burrito. No burrito. Hány dologhoz ért ez az ember? Énekel, zenét szerez, szöveget ír, fotózik, riporter, interjúkat készít, influencer. Kassa Tibor az a celebvilág, a magyar celebvilág Oscar Pistoriusa. Hogy amikor elkezdte ezt a pályát, akkor mind sajnáltuk, hogy hát ilyen fogyatékkal élő, de azért megpróbálja ezt a paralimpiát. De aztán kapott két olyan szuper futómű lábat, TV2, Facebook, hogy most már inkább azt gondoljuk, hogy ez talán kicsit sok. Hát ezekkel a halmozott beszédhibákkal Kassa Tibor előadást tart, műsort vezet és előadást tart arról, hogy hogyan kell ezt csinálni. Igazából nem is tudjuk, hogy ki ez a Kassa Tibor. Ez a csávó, ez fogott egy könyvet, egy elég vastag könyvet, amiben le volt írva az, hogy hogyan válhatsz Facebook celebbé, kvázi hogyan élhetsz meg a Facebook tevékenységedből. És ott konkrétan le volt írva az, hogy ki az, akit lájkol a közönség. És a Kassa Tibi ezt az árnyék személyiséget, ezt magára alkalmazta maradéktalanul. És Kassa Tibi el is nyerte jutalmát, azt az 1 millió Facebook lájkot, amelyből ma él. Na most a helyzet az, és a nagy probléma itt már csak az, hogy valójában nem a Kassa Tibi az, akit 1 millióan lájkolnak. Az a valaki, akit 1 millióan lájkolnak, az a könyvben volt leírva. Az, akire a Kassa Tibi a Kassa Tibiséget fölváltotta. Tehát valójában meglett az 1 millió Facebook like, meglett a megélhetés, meg a fényes siker, csak elveszett közben a Kassa Tibi. Ami nem tudjuk, hogy baj-e, mert nem ismerjük, nem tudjuk, hogy ő igazából kicsoda, lehet, hogy nagy kár érte, lehet, hogy jobb is így. Nem tudjuk igazán, de egy valami biztos, hogy ha az akarsz maradni, aki vagy, akkor nem lesz 1 millió Facebook lájkod, az biztos. És a Kassa Tibinek az elszemélytelenedése, vagy hát valójában ezt mi Kassa Tibinek hívjuk, tehát ezt azonosítjuk, ezt a személytelent azonosítjuk Kassa Tibiként, valójában egy ilyen antikrisztusi árnyéklény az, amit képezel magadból, ez aztán megkapja a lájkokat, kicsit olyan, mint a Faustnak az alkúja Mephistóval. Én azért nem vagyok ennyire kritikus ezzel a helyzettel, mert én még emlékszem a kristálszámokra. A Kassa Tibi korábban énekelt, Robi, neki számai mentek a rádióban. Azért nem jobb a picit az a helyzet, hogy a Facebookon csak akkor látom, hogyha olyan hülye ismerősöm van, akit még nem tiltottam le és megosztotta, vagy ha én magam fölmegyek oda? Hát ez az ember, ez énekelt, ez számokat írt. Hát nem biztos olyan nagy baj, hogy ezt a részét elvesztettük a sztorinak. Az aranyásás egy olyan képesség, amelynek jelenleg sajnos nagyon alacsony a társadalmi presztízse, holott Magyarország ezen a téren is kimagasló eredményeket mutat. A 7. legtehetségesebb magyar a műfaj nagy ragadozója. 7. Sarka Kata. Szeretnék minél kevesebbet szerepelni magánélettel, tehát gyakorlatilag teljesen nullára visszavettem a szereplést, csak a gyerekekre és a munkára koncentrálok. De ha kiteszel egy képet az Instagramra, akkor abból mindenhol cikk születik, hogy eszméletlen jól néz ki Sarka Kata, eszméletlenül szexi képet posztolt magáról. Ezt szoktam látni, igen. Inkább azt mondom, hogy
szeretnék kivonulni úgy az újságokból, hogy egyáltalán nem szerepelni, hogyha valaki tudni akar rólam, akkor az én saját Facebook, Instagram oldalamon megtalál, és a műsoraimban, amiket vezetek. Már ennél többet én nem szeretnék, már úgy elég volt a bohóckodásból. Hadd idézzem fel az örökbecsű szlogent. Most én jövök, mondta Hajdú Péter, és eltűnt. Ez egy nagyon emlékezetes és egy nagyon sokkoló momentum. Hiszen Hajdú Péter addig a pillanatig minden egyes barátnőjét egyfajta ugródeszkaként használta a következő barátnőjéhez való elrugaszkodás gyanánt. Tehát Ábel Anita egy ugródeszka volt Tornóczki Anitához, aztán a Tornóczki Anita is egy ugródeszka volt Bálint Antóniához, ő Szabó Erikához, ő Sarka Katához. És amikor már Hajdú Péter úgy érezte, hogy na, most itt már azért érdemes bankolni, és bankolt is kettőt, már így rugaszkodott volna tovább, amikor hirtelen azon kapta magát, hogy hoppá, elrugaszkodtak rólam. De hát kicsoda, Kata? Kata? Te már nem is vagy itt, és hirtelen kiderült, hogy hát most már Hajdú Péterről rugaszkodnak el. És itt volt egy sorozat, amit néztünk, követtünk, élveztünk, és lett belőle egy spin-off sorozat, ami sokkal érdekesebb. És most már azt követjük. Igen, Hajdú Péter az picit olyan, mint a Márvány Farmer, hogy mondjuk a múltban sokaknak volt ilyen, de ma már az akkor készült fotókat pont ezért nem szívesen nézegetjük. Illetve meg kell védenem az általad említett női sorozatnak az első szereplőit. Tehát képzeld el azt, hogy öt lány megy a járdán libasorban. És az első véletlenül belelép egy nagy adag kutyába. És hát, hogy lányok, vigyázzatok, csajok, itt van. De már mire szólna, már a második is pont belegyalogolt. A harmadik már hallja, azt mondja, hogy figyelj, én vagányabb vagyok, én tudok akkor átlépni, hogy belelépő is. A negyedik azt mondja, hogy mostanában velem olyan keveset foglalkozok, nem figyel rám senki, ha belelépnék, akkor engem is. És az ötödik meg azt mondja, hogy régóta szeretnék egy új cipőt, na most majd lesz. Anita az első, ő még nem tehet róla, mert nem látta. Kata az utolsó, ő pontosan tudta, hogy mit vállal, ezért is sikerült neki ilyen jól a projekt. Na igen, itt most már teljesen nyilvánvaló, hogy ki a nagyobb tehetség, és ki az, akinek a, hogy mondjam, ki vezette a villamost, és ki volt az, aki felszállt két megállóra. Jó, hát ez módszerfüggő, és Arka Katának egyébként ugye készül a sikerkönyve, ez a hogyan legyünk milliómosok című sikerkönyv, nagyon egyszerű egyébként, egy oldal, az van ráírva, menj hozzá egy gazdag emberhez. Nagyon jó. Az udvari bolond által előadott szórakoztatás, a lantos udvari költészet, mindezek tradíciója sok évszázadra nyúlik vissza, és egyedülálló tehetséget igényel. Aki a politika tudományban jeleskedik, az sokszor a líra terén is megcsillantja kivételes képességeit. 6. G. Fodor Gábor. G. Fodor Gábor. Férfiasság. Van egy ambíció, ágaskodik, áll, mint a szöveg, sőt, ki akar törni. A fenséges egy alfaja vagy alfa hímje, az erőt, bátorságot, érett gondolkodást, higgadt megfontolást, a cselekvési hajlam és tehetség túlnyomását is jelzi, legalábbis a Pallas nagy lexikona szerint, akkor lép színre, ha ki kell állnia önmagunkért. Ha meg kell védenie értékeinket, ha nem engedjük meg, hogy eltántorítsanak minket a magunk által választott úttól, ha álhatatosságra van szükség, a jelentés határozott érvényesítése, amikor maga a jelentés forog kockán, az erősek döntése önmagukról és másokról, ha éppen a döntéshez szükséges erő hiányzik, a rend helyreállítása, amikor az felborul, az utolsó mencsvár, mielőtt rezignációba esnénk, a dolgok megfordításának képessége, mielőtt imához fognánk, mert az emberi természetben a legelső és legfőbb törvény az, hogy a megmentést igénylők azt fogadják el vezérül, aki meg tudja menteni őket. Ő a megfelelő ember a megfelelő időben.
akinek ki kell állnia magáért és az övéért. Azokért, akik nem csak csontos öklöt látnak benne, hanem olyan valakit, aki egy közülünk. Mert ha megszólal, az emberek nyelvén beszél, és amit mond, azt bárki folytathatná. De mégis jobb, ha ő beszél, mert szóval és tettel olyan teret teremt, amiben megidőződik az egy irányba tartó politikai közösség. Aki erre képes, azt a politika nyelvén úgy hívják, az első ember. A további öt legtehetségesebb magyar előtti tisztelgéssel hamarosan folytatódik a Sznobjektív. Valami van ebben a Pumped Gabóban, amitől ő a 21. századnak egy nagyon-nagyon sikeres hőse lehet. De ha nem is ez a Pumped Gabó, majd egy másik Pumped Gabó. Hiszen értjük, hogy a Pumped Gabóság több, mint ez a csávó. A Pumped Gabóság valaminek a nagyon biztos tudása. Valaminek a nagyon biztos tudása, amit Habony Árpád is nagyon biztosan tud, amit Donald Trump is nagyon biztosan tud. Ez a pillanat uralásának a képessége. Itt van ez a srác, aki egyszerűen uralja a pillanatot. Se kell pörgetnie hozzá. A Sznobjektív folytatódik a legtehetségesebb magyarok előtti főhajtással. Listánk ötödik helyén a legkiválóbb aktív magyar labdarúgó áll. Ötödik, Dzsudák Balázs. Magához jöttem! Jó napot, hogy van? Remélem fogad. Persze, hogy jó, van, akkor jött. Arra, csak arrébb tettek az útba. Nem ez? Jó, ők maga. Jó, köszönöm szépen. Még egy hétig szabadság, aztán nem meg a kis szépen. Már haza jöhetne, nem tudom, mit keresett a rablokrámában. Most már volt a feleget. Már jó, már jó. Már jó, már ne csinálod semmit. Mondtam elnek valami. Jó, haza most már, nem? Mi szeretjük a jó futballot, kell jó futballista. Dzsudzsák Balázs a legjobb magyar labdarúgó jelenleg. Olyan mértékben igaz ez, hogy Dzsudzsák Balázs jelenleg a magyar labdarúgó válogatott csapatkapitánya. Egy 30 éves labdarúgóról van szó, aki a pályája csúcsán, vagy hát a pályája csúcsán nem sokkal túl van. Na most az ő karrier döntései a legsúlyosabb szégyenfaktort képezik a magyar emberek számára, legalábbis a futballt kedvelő magyar emberek számára. Én személyesen beszámolhatok arról, hogy az én számomra milyen keserű csalódás volt azt végignézni, hogy egy 25 éves magyar labdarúgó, akinek tényleg megvolt a lehetősége arra, hogy a maga posztján egy nevet szerezzen, egy híres magyar labdarúgó legyen. Tehát valaki, akiről így eszükbe jut az embereknek Európa szerte az ország, Magyarország. Amikor a PSV-ben játszott, 25 éves korában eligazolhatott volna egy európai topbajnokság valamelyik középcsapatához. Simán eligazolhatott volna, akár Olaszországba, akár Spanyolországba, akár Angliába, és lehetne egy jó nevű, magas színvonalon játszó játékosunk. És ehhez képest ő 25 évesen elment az Anzsi Mahacskalához. Anzsi Mahacskalához. Akkor hallottuk ezt a szót először, hogy Mahacskala. Úgy kellett megtanulni. Egyébként, hogyha meg kell tanulnod egy európai klubnak a nevét, akkor biztos lehetsz benne, hogy Dzsudzsák Balázs megint klubot váltott. Megint talált egy olyan helyet, ahol kifizetik neki azt a pénzt, ami lehetővé teszi, hogy hetente összetörjön egy Lamborghinit. Mert ő imád Lamborghiniket törni. És hogyha mondjuk az Aston Villához igazolt volna, vagy elment volna a Fiorentinához, hogy lehet, hogy csak havonta törhetne össze egy Lamborghinit. Az meg már milyen élet. De én azt hiszem, hogy a nemzeti együttműködés rendszerének ő az emblematikus labdarúgója, nem? Aki olyan karrier döntéseket hoz, amilyen politikai döntéseket hoz Orbán Viktor. Tehát ahogyan Orbán Viktor Putyinnal és Erdogánnal szövetkezik, ahogyan Törökországban és Oroszországban látja meg Magyarország számára azt a mintát, amit követni kell,
Olyan módon látjuk, hogy Dzsudzsák Balázs is bármikor megtalálja a számítását a Mohacskalánál, a Dinamo Moszkvánál, a Bursaspornál. Ez a magyar karrier. És ahogy Orbán Viktor is bebizonyította, hogy nem csak ezeken a nyugati utakon lehet sikeres a magyar ember, nem csak a nyugati karrier az, ami az igazi karrier, nem csak Angliában, meg Olaszországban, meg Németországban, meg Spanyolországban van jó futball, meg van olyan politikai irányvonal, amit érdemes követni, hanem igenis a magyar ember, az illiberális ember megtalálja a maga számítását Törökországban, meg Oroszországban, meg Dubájban, meg... Tehát, hogy ez... Robi, én meghallgattam, hogy hosszú perceken keresztül izzol és tusakodsz egy olyan ügy kapcsán, amiről nekem fogalmam sincs. Tehát én ezt a macska halacskát, ez nem tudom micsoda. Én egy klasszikus foci mormon vagyok, én próbálom meggyőzni az embereket arról, hogy lehet labdarúgás nélkül élni. Nem hiányzik az életedből semmi. És hidd el, nagyon boldog vagyok. Van egy csomó idő az életemben, ami nem ilyen izékkel, dzsuzsikkal telik, hanem olyasmikkel, amin nem föl magam, és esetleg még befolyásom is van arról, hogy mi történjék. De a labdarúgás az nem csak bosszúság, te a magyar labdarúgást téveszted össze, a labdarúgás, ez két különböző sport. Ja! Tehát egy csomó öröm rejlik benne. Nézd, én egy dolgot értettem meg abból, amit elmondtál, hogy Dzsudzsák Balázs az a labdarúgás huligánsz zenekara. Tehát, hogy így... Ugye ők is tudnak zenélni egyébként. Csak nem akarnak. A diszkóban a playback hakni jobban fizet. Gyerekdalokat írni felnőtteknek, bugyut a szövegekkel, tingli-tangli nótákkal jobban fizet, mint hogyha úgy tényleg zenélnének, meg számokat írnának. Ha jól értem, Dzsudzsák Balázs is ilyen királylány. Listák negyedik helyezettje annyira tehetséges, hogyha ének szava zendül, sánták járnak. Vakok látnak, holtak életnek sírjaikból. Negyedik, Tóth Gabi. Csúnya hangjelik volt ma, virágokat piporva, trónol a fáját, birtokolva. Károgat rajta, féréded a karma, hogy a rigót ő már meg se hallja. Hosszú időt múltán, életem nemben nyújtán. Itt vagyok, éltetek újra, testem és erővel nyújtva. Ez a csaj nyilatkozta azt, hogy ő az ének szavával gyógyít. Tehát, hogy ahogy ő énekel, az egy olyan frekvenciát rezektet meg, ami által az emberek gyógyulnak, amikor nézik, amikor követik, amikor hallgatják. És hogy ezért sírnak, mert hogy sokszor szokta látni, hogy sírnak az előadásai során a közönség tagjai, amit én tökéletesen megértek. Ő ezt az energetikai rezgéseknek tudja be. Na most ez az a pillanat, ez már a 21. század, ahol Tóth Gabi az ének szavával gyógyít. Tehát ahol már nincsen jelentés, csak jel van. De értjük, hogy a jelentés nélküli jel az nem jel, hanem csak egy önmagában álló jelenség talán. Talán már csak ennyi történik. Ez egy nagyon-nagyon veszélyes folyamat, a falu bolondja újra sámán. Igen, hát szerintem azt próbálod körülírni, hogy Tóth Gabi az tulajdonképpen ilyen homeopátiás lágereket ír. Tóth Gabi nem az, akinek tetszetős hazugságokkal megzavarták az önképét, és ennek megfelelően nincsen semmilyen fogalma arról, hogy ki ő, és ennek az eredménye az az ilyen exhibicionista szörnyeteg, akit mi élmény szinten így megkapunk, amikor ő fölmegy a színpadra. Valójában olyas valaki megy föl a színpadra, aki még sosem állt a tükör előtt. Tehát ő neki mindent megígértek, amikor ő Sztárevics volt, vagy Sztárova. Ő neki a mindennél is többet. Tehát, hogy, és ő mindent elhitt. Az összes hazugságot elhitte. És ennek lett az eredménye az, hogy egy 25 éves csaj beül egy zsűribe, ahol nem is zsűri, ő mentor. Ízlelgessük ezt egy kicsit a 25 éves Tóth Gabi kapcsán, hogy ő mentor. Ő mások mentora. Na már csak az a kérdés, hogy kiknek a mentora? Az több sejtű életforma, aminek ő a mentora, vagy egy sejtű? Ezek itt a fontos kérdések. Azért az is egy tehetség, hiszen a tehetségekről beszélgettünk. Ez egy tehetség, hogy pont labzártára szakítani, hogy
nagy interjúra friss zárójelentést kapni, hogy mindig felgyulladó kameralámpára reagálva pont abba belesírni, nagyon meghatottál, ez egy tehetség. Hogy erről szól-e előadó művésznek lenni, az egy másik kérdés. Listánk harmadik helyén az önfétis önfeledtségbe hajlik. A férfiak irigykednek, a hölgyek nyála csorog. Harmadik, Pumped Gabó. Te tudtok táncolni amúgy? Nem annyira. Na, ezt megtanítom nektek, jó? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Meg a másik, amit én nagyon szoktam alkalmazni, az az, hogyha állok egy buliba, akkor én mindig egy kicsit kinyomom ugye a csípőmet, hogy előtérbe helyezd a férfiasságot. Valami van ebben a Pumped Gabóban, amitől ő a 21. századnak egy nagyon-nagyon sikeres hőse lehet. De ha nem is ez a Pumped Gabó, majd egy másik Pumped Gabó. Hiszen értjük, hogy a Pumped Gabóság több, mint ez a csávó. A Pumped Gabóság valaminek a nagyon biztos tudása. Valaminek a nagyon biztos tudása, amit Habony Árpád is nagyon biztosan tud, amit Donald Trump is nagyon biztosan tud. Ez a pillanat uralásának a képessége. Itt van ez a srác, aki egyszerűen uralja a pillanatot. Se kell pörgetnie hozzá. Uralja a pillanatot, és kész. Ő, a Pumped Gabó, mert tudod miért? Mert nincsenek benne kétségek. Tehát, hogy ő a saját izmaiban soha nem kételkedik. Ő a saját bőrének a bronz csillogásában, abban soha nem kételkedik. Nincsenek kétségei afelől, hogy amiután így lép, utána így kell. Érted? Tehát, hogy és ez valami olyan tudás, amit mi értelmiségiek elképesztően irigyelünk. De ugye mi szeretnénk ilyen magabiztosak lenni abban, amit éppen tudunk. De valahogy sosem voltunk ennyire magabiztosak, az az igazság, hogy mi be***ni sem tudunk ilyen önbizalommal. Ez az igazság. Nézd, az a helyzet, hogy engem az picit, nem is tudom, megijeszt vagy elkeserít, hogy ez a fiatalember ugye kora alapján ez a fiam lehetne. Az viszont megnyugtat, hogy nem az. És hogyha egy pillanatra komolyak vagyunk, akkor nagyon sok közös használatra, boldogulásra rendelt struktúrának a kudarcát látjuk itt szerintem. Tehát kezdve a közoktatási rendszerrel, és ez csak félig vicces. Folytatva azzal, hogy a média pontosan, a nyilvánosság az mire nevel minket, milyen példaképeket ad, mit tart fontosnak, és a mi saját társadalmi immunrendszerünk, hogy abban van a reklámozó számára a potenciál, hogyha Gabó pumpál a tévében. Ezért pénzt. És tudom én, hogy nem lehet izét, nem lehet a tudós klubbal eladni a kotont, ezt én vágom. Bár van egy csomó celeb, akiknek a szüleit meggyőztem volna annak idején arról, hogy használják ezt az eszközt. De hogy egyébként mi lesz Pumped Gabóval, amikor már nem lesz így pumpálva a nyilvánosságban? Arra nézvést azért vannak szomorú tények, tehát évente egyszer összetépek egy bulvárlapot, mert kirakja a címlapra BB Évit, a Big Brother első nyertesét, hogy itt van ez az asszony, aki még rosszabbul van. És hogy tényleg toljuk ezeket a gyerekeket erre, és azt mondjuk a mi gyerekeinknek, majd én nem, nyilván nincs gyerekem, de ha lesz, akkor se ezt fogom mondani, de a tévé ezt mondja nekik, meg az internet, hogy legyél ilyen, mert ez a siker, ez a tehetség, de igazából, na ő tényleg csak egy eszköz. És épp most facsarják ki. Az, hogy Magyarország pornó nagyhatalom, ma már közhely. És mi végig azt hittük, hogy a lányaink a világklasszisok. Második, Gattyán György. Én igyekeztem nem eldönteni, hogy ki vagy mi akarok lenni, hanem engedtem azt, hogy ha változnak körülöttem a körülmények, akkor én is felszívjam magam ezekhez a változásokhoz. Én nagyon sokat tanultam a biztosítási szakmában. Én azt gondolom, hogy ha valaki bármit a világon el szeretne adni, menjen el biztosítási ügynöknek egy pár évig, és ott abban nagyon sok mindent lehet tanulni.
Én azt gondolom, hogy amit Kovi megalapozott ebben az országban, azt Gattyán György diadalra vitte végül. Tehát valójában azért már a Kovi lerakta a magyar pornó nagyhatalmi státusz alapjait, de hát ami Kovi volt a VHS kazettának, az Gattyán György az internetnek. A Gattyán is járhat úgy, mint Kovi, hogy egyszer meghaladjuk majd ezt a pornófejlettségi státuszt. Tehát ahogy túl vagyunk Kovin és a VHS kazettán, lehet, hogy az internetes pornó helyett is jön valami más, lehet, hogy olyan megvilágosodott ember, mint ő. Ugyanis az interjúban egy dolog nem derült ki számomra. Elmondta, hogy biztosítási ügynök volt, de hogy mindig igyekezett amilyen körülmények közé került annak megfelelni, hogy ott milyen körülmény győzte meg a pornóba való beszállást. Tehát biztosítási ügynökként, nem tudom, lekötött egy nagyobb üzletet, és utána jött egy csoportos és rájött, hogy ezek a körülmények, ezek, mennyi pénz van ebben? Hát esetleg biztosítást akart kötni nála egy c***i. És nagyon hamar kiderült, hogy ebben az üzletben még több pénz van, mint a biztosítási szakmában. A 10 legtehetségesebb magyar közül 9-et már ismertettünk, a talentum koronája azonban még felhelyezésre vár. A 10 legtehetségesebb magyar. 10. V.V. Aurelio. 9. Palvin Barbara. 8. Kassa Tibor. 7. Sarka Kata. 6. G. Fodor Gábor. 5. Dzsudzsák Balázs. 4. Tóth Gabi. 3. Pumpet Gabó. 2. Gattyán György. Egy tehetségtől duzzadó fiatalember üstökösként tört a hazai üzlet csúcsaira. Olyan elképesztő képességeket villantva meg, amelyekben jogosan bízik a magyar ember és a külügyi és külgazdasági minisztérium. Első, Tibor István. A BDPST ZRT-nél miért nem fizette be az illetéket? Ugye ez a cég tag abban a két cégben is, amely kastélyt vásárolt. De önnek ezt őszintén kérdezem, mi köze van egyáltalán? Hát, a Hírtelevízió riportere vagyok, és ezért szeretném megkérdezni. Értem, de most... Hogyha szeretnék interjút adni, fel fogom magukat hívni. Értem, de azt megkérdezhetni, hogy miért ön fizette be ezt az illetéket? De mi közük van hozzá? Hát szeretnénk, hogyha esetleg ezt... Nem szeretnék erre válaszolni a kérdésre, hogyha szeretnék, akkor fel fogom magukat hívni. Mi a cél a kastélyokkal? Mi lesz belőlük? A céget kell megkérdezni, nem engem. A céget. A cég, ismerjük egyébként, kiváló regény, film is készült belőle Tom Cruise-zal. Nem akarom bántani, mert egy tehetséges fiúról beszélünk, aki tényleg megállja a helyét bárhol, ahol Orbán Viktornak szava van. Szóval, igen. Vessünk össze 2 milliárdos nagyvállalkozót, Tiborcz Istvánt és Mark Zuckerberget, a Facebook milliárdost, ugyanis ezek a relációk azok, amik képesek feltárni azt, hogy milyen tehetségű is a magyar géniusz. Hát a helyzet az, hogy Mark Zuckerberg az 30 éves korára a világ egyik leggazdagabb embere. Ugyanakkor Tiborcz István, hogyha tartja a tempót, 30 éves korára előz. Ennyit a karrierről. Lássuk a teljesítményt. Amíg Mark Zuckerberg csak egyszer dobott nagyot, amikor létrehozta a Facebookot, addig Tiborcz István hétről hétre győzi le közbeszerzéseken a konkurenseit. Nyertes alkat. És nagyon érdekes egyébként, hogy vajon Ráhel tudta-e, amikor hozzáment, hogy Tiborcz ilyen szárnyakat fog kapni, hogy ez a hétköznapi fiú egy idő után meg fog táltosodni, és olyan ügyes, olyan tehetséges az, hogy közbeszerzések tucatjait fogja elnyerni különböző helyeken. Tisztában volt ezzel, vagy kockáztatott? Szerintem, ha ismerte a fiút, akkor tudta, hogy benne rejlik az a tehetség, amivel ezt el fogja érni. Lássuk a szolgáltatás minőségét. Amíg a Facebookot sokan kritizálják, addig Hódmezővásárhely közvilágításával mindenki elégedett. És gondolj bele, mennyivel magasztosabb, amivel Tiborcz dolgozik. Hát ő a fényhozó, a lámpák, ő a fényt hoz, a Zuckerberg meg ezeket a kis szar kisticás videókat. Lássuk a fair play vonatkozását, mert azért ez sem mellékes. Amíg Zuckerberg lopta a Facebook ötletét,
addig Tiborcz István sikereit jogilag jól szabályozott környezetben, korrekt körülmények közt, önkormányzati tendereken alapozta meg. És mivel nekem van egy jogi diplomám, ezért pontosan tudom, hogy nem szabad hozzáfűznöm ez a hírhez semmit. Lássuk a származást. Mekkora teljesítmény keresztényként ebben a világban érvényesülni? Mekkora handicappel volt képes Tiborcz István sikeres lenni? Hát igen, az ima erejével valószínűleg. Más nem lehet a sikerei mögött, ebbe biztos vagyok. Lássuk a sárm vonatkozásait. Amíg nem volt pénze, Zuckerberget nem szerették a nők. Tiborcz Istvánt vele ellentétben mindig is imádták a nők. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy Zuckerberg a nem létező nőivel is roppant erkölcstelenül élt, Tiborcz István viszont egy keresztény konzervatív dinasztia egyik legfontosabb új szereplőjeként a KDNP által megfogalmazott elvárásoknak maximálisan megfelelő módon egészen biztos, hogy az ártatlanságát a NASZ éjszakáig őrizgette, ahogy azt a Balaton-Szandos fenéknyomós videón is láttuk. Végül a párválasztás. Zuckerberg egy kínai bevándorló lányával él, Tiborcz egy miniszterelnök lányával él. Magáért beszél a két státusz. Dacára ennek biztos nagyon izgul, mindig, amikor kinyitja a közbeszerzési értesítőt, hogy vajon nyertem? És amikor családi vacsora van, akkor bizonyára nem is hangzik el egy ilyen kérdés, hogy drága apám, uram, hogy lesz itt ez a beruházás, hogy tud-e valamit róla? Biztosan nem is beszélnek erről, mert Tiborcz az önmagában annyira jó, hogy mindig kivétel nélkül az övi a legjobb ajánlat és a legjobban elvégzett munka. Egy tehetség. Ő lenne igazán jogos örökös, hogy Orbán Viktor mondjuk a következő 15-20 évben köztársasági elnökként tengethesse öreg napjait. Én azt gondolom, hogyha egy nagy lendületet akar kapni az ország, akkor Tiborcz Istvánban rejlenek ez az energiák. Másfelől pedig ugye nézd meg, ugye a brit királyi családnál is azért van, hogy átugranak egy generációt. Tehát én inkább arra koncentrálnék, hogy az Orbán unokák pontosan milyen módon tudnak bekerülni majd Magyarország alaptörvényébe, hogy ne kelljen mindig szni ezekkel a hülye választásokkal, hanem ahogy egyébként az helyes és logikus, valóban szuper Orbán és Tiborcz géneket egyesítő utódok tudják átvenni természetes módon Magyarország irányítását. Egy kis messiás várás lett itt a stúdióban. Itt a... Azt érzem, hogy valami nálunk nagyobb születik. Talán ezekben a percekben. Meséltem már arról, hogy megújítottam az útlevelemet? Azok az energiák, amelyek a 20. században még fabatkát sem értek, a 21. században erőműveket mozgatnak meg. A magyar lélek pedig természetes forrása ezeknek az energiáknak. Rezgésük frekvenciáját a magyarok istene őrizze meg Tóth Gabi torkában mindörökké. Ámen. Köszönöm Ceglédi Zoltán szakértő közreműködését. Jövő héten is lesz Nobjektív, addig se feledjék, hogy aki ner, az nyer. Reflektált jó éjszakát!